Még tartanak a választások Lengyelországban, kevesebb, mint 4 óra van hátra a voksolásból. A szavazó helyiségek reggel 7 órakor nyitottak. Az ma biztosan eldől, hogy milyen összetételű lesz a lengyel parlament alsóháza, a 460 tagú szem és a felsőház, azaz a 100 tagú szenátus. Az előzetes várakozások szerint a részvétel 70 körül alakulhat. A közvélemény kutatások pedig azt mutatták, hogy a jelenleg is kormányzó Mateusz Morawiecki vezette PISZ nyerheti a választást. Kérdés ugyanakkor, hogy kivel tud koalíciót kötni, és folytathatja-e a kormányzást. Szinte biztos, hogy a választások után is marad az űrzavar, és még a legerősebb pártoknak is koalíciós partnerek után kell nézniük a kormány alakítás érdekében. Így néz ki tehát a szélegyenesben a jelenlegi választás, és jönnek az esélyek vendégünktől. Köszönjük szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Kis Rajmond, a Matthias Korvinusz Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője a vendégem. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Most hát számtalan kérdés elhangzott a felvezetőben. Kezdjük talán azzal, hogy magas lesz a részvételi arány. Ez, ez, a, ez a részeredményekből is látszik, tehát a déli részvételi eredményekből. Midre lehet ebből következtetni? Óriási a tét. Nem csak Lengyelországban, Európában, a visegrádi négyekben, de természetesen a, a, lengyel szavazók aránya lehet, hogy történelmileg is magas lesz, amit eddig tudunk ugye a déli adatok alapján. Nem mindegy, hogy hol magas egyébként, mint, hogy Magyarországon is megvan, hogy a vidék és a város preferencia. A kormány pártnak elsősorban a tízezer fő alatti településeken van a legnagyobb bázisa, vidéken, izgalmas délután és izgalmas este áll előttünk az nem jelenthető ki pontosan, hogy kialakít majd kormányt. Ugye még akkor sem, ha látjuk majd az eredményeket este 9-kor, 10-kor, 11-kor, ahogy befutnak, mert hogy szoros lesz a verseny az elején, Így van. ugye? Ahogy a nézőink az előbb hallhatták és láthatták a, a kollégájától, 460 fő az alsóház, ahol eldől, tehát 231 helyjel biztos, hogy nem fog rendelkezni, akár a kormánypárt fogja nyerni, a jelenlegi kormányzó párt, vagy pedig az ellenzések Donald Tusk vezette párt, tehát koalíciós kényszerben lesznek, ahogy korábban ez nem volt jellemző. A kisebb kis pártok lehetnek a mérleg nyelve, és ők fogják eldönteni, hogy melyik pártszövetség fogja kormányozni Lengyelországot. És hogy miért vannak ennyien, tehát a Shakespeare-i hamleti létkérdés, hogy lenni vagy nem lenni, Európa jövőjét is meghatározza, Lengyelország mellett természetesen. Hiszen a két legfontosabb kérdés. Lengyelország és Európa, az Európai Unió jövője szempontjából, hogy egy Egyesült Államok mintájára egy, egyeset, egy Egyesült Európai Nemzeteket, Brüsszeli vezetéssel válasz meg, mondjuk Tusk vezetésével a lengyel választópolgár, vagy amiben mi is hiszünk, a magyar kormány is és a lengyel barátaink is, erős nemzetállamok és mellérendelt, partnerségi kapcsolat az Európai Unión belül. Egyáltalán nem mindegy a veszélyekkel teli világunkban, látjuk, mi van a közel-keleten, az orosz-ukrán háború kapcsán is, a nemzetközi kapcsolatok egyre fokozódnak, és nagyon nem mindegy, hogy milyen európai jövőkép lesz. Ahogy ön is említette már, ugye a, a két fő vita, a két fő... Párt, az két külön világ Lengyelországban, a, 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 és ezt leszokták fordítani úgy, hogy a szuverenisták és a globalisták harcolnak egymással, és valóban ilyen szempontból Lengyelországon túlmutat ez a kérdés. Mi, mi az ön véleménye erről a, erről a konkrét pontról, szuverenisták kontra globalisták? Az egész világon érezhető ez a harc, látjuk, hogy Szlovákiában is egy patrióta erő győzött, ahogy tavaly Rómában, Magyarországon 2010 óta óriási ideológiai harc. Később gazdaságpolitika is, hogy valaki egy erős nemzetállamban hisz, vagy pedig elfogadja Brüsszelt, mint helytartót, aki majd elmondja, hogy milyen adónemek lesznek egy országban az Európai Unión belül, milyen lesz a kül- és biztonságpolitika, sőt tovább megyek, milyen rendeleteket és milyen jogszabályokkal lehet mondjuk a családpolitikát irányítani, vagy az oktatást. Ha végigvesszük még a mai nap eseményeit, akkor nagyon kell majd figyelnünk a népszavazásra, amelyet egy napon tartanak Így van. négy kérdésben, köztük a migrációra vonatkozó kérdésben. Érintőlegesen egy másik kérdés is ide tartozik, a fehér orosz határon felhúzott határkerítésre vonatkozóan. Itt, itt miért fontos, hogy megkérdezzék a lengyeleket népszavazáson a mai napon? Hát ez a demokráciában teljesen normális, és azt gondolom, hogy rendkívül fontos, Megint a patrióták, akik a, a nemzet boldogulásában hisznek és közös tiszteleten alapuló nemzetközi együttműködésben, és valóban a globalisták. Hiszen ha megnézzük a kérdéseket, utalt úr a migrációra, az első kérdés, hogy egyetérte ön azzal, hogy az Európai Unió a migrációs kvótát kiterjesztheti Lengyelországra, és függetlenül attól, hogy a lengyel kormány ezt szeretné vagy nem, majd ráerőltetheti a négyből van olyan kérdés a belorusz határ mellett, hogy szeretné, hogy 67 évre felemeljék a nyugdíjkorhatárt egyértelműen, hogy a külföldi nagyvállalatok, globalistákról tetszett beszélni, Munkaadóinak az az érdeke, hogy a munkavállalók minél tovább dolgozzanak, és ne legyenek nyugdíjasok, hogy aktívak legyenek. De ugyanilyen fontos kérdés, hogy a nemzeti vagyonnak a stratégiai ágazatokat vajon lehet-e privatizálni. Ez a harmadik kérdése a népszavazásnak. Nézőink emlékezhetnek, hogy 2010-től Magyarországon ez milyen óriási vitát váltott ki, amikor próbálta a kormány reprivatizálni, állami vagyonba tenni, legyen az a közösségi közlekedés, a vízhasználatig, vagy bármilyen olyan, ami stratégiai ágazat, vagy most beszélhetünk például a telekommunikációról. Óriási ideológiai vita alakult ki a világban, hogy ez nemzeti tulajdonban legyen, vagy bárki rendelkezhet vele. Van még egy fontos szereplője a kormányalakítási kérdéseknek, ez pedig a köztársasági elnök, aki egy, egy keresztény-konzervatív program megvalósítására kapott erős felhatalmazást 2020-ban, és ezt érvényesítheti, amikor arról dönt, hogy kinek adja a kormányalakítási megbízást első körben. Ez így van, a köztársasági elnöknek Lengyelországban nem csak protokoláris feladatai vannak, nagyon széles jogkörrel ruházza fel az alkotmány, már csak azért is, hiszen közvetlenül választják a választó polgárok. A jelenlegi elnök egyébként politikailag a kormányzó párthoz tartozik, tehát a jog és igazságosság pártjának volt a tagja, mielőtt megválasztották a PISZ-nek. Rendkívül fontos feladatai lesznek, de ahogy ezt az elején mondtuk, tényleg a kispártok döntik el, annyit még talán el tudunk mondani, hogy a parlamenti küszöb 5 a pártszövetségeknél 8 A jelenlegi kormányzó pártnak az egyik lehetséges szövetségese ma 8 és 10 százalék között van. Tehát hogyha ez a párt bejut, ez a párt szövetség, akkor komoly esélye van arra, hogy megkezdődhessenek a tárgyalások. Ez egy konzervatív jobboldali, szélső jobboldali politikai elveket is valló a konfederációról beszélek. Viszont ha a gazdasági programját nézzük, akkor teljesen liberális, hiszen önkéntes nyugdíjpénztárt szeretne, azt szeretné, hogyha az állam kivonulna az egészségügyből. Köszönöm szépen, ezeket a kérdéseket fogjuk végigvenni a lengyel választás eredményének ismeretében, amelyre még néhány órát várnunk kell, hiszen szavaznak még Lengyelországban. Kis Rajmund, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.